A program indulása óta népszerű felhívások mellett új célok megvalósítására is forrás lehet nyerni. Információnk szerint a Kalocsai járásban egyetlen egy 5000 fő alatti településen nem volt, amelyik ne pályázott volna a program keretében, és valamennyi település támogatásban részesült. A sikeres pályázatokat az is jelzi, hogy a helységjelző tábláknál vagy a községháza oldalán a már jól ismert logóval ellátott tábla hirdeti a Magyar Falu programban való részvételt. Az elmúlt évben televíziónk is számos esetben számolt be a Magyar Falu program keretében megvalósult fejlesztésekről. Legutóbb Homokmégy és Drágszél községek pályázatainak megvalósításáról tudósítottunk. A program célja a kistelepüléseken élők életminőségének javítása, továbbá a kistelepülések népesség csökkenésének megállítása. A Magyar Falu program idei pályázatai az új év első munkanapján jelentek meg, amelyek új elemekkel is bővültek. Ilyen például a fogászati kezelőegység beszerzésére, a kültéri közösségi terek, létesítmények fejlesztése, valamint gépjárművek tárolására szolgáló építmény, mobil létesítmény kialakításának lehetősége. Bővül továbbá az út, híd és kerékpárút építési pályázatok köre, amelynek köszönhetően 2022-től vízelvezető csatorna rendszerek javítására és építésére is lehet forrás nyerni. Változatlan formában lesz elérhető például a bölcsödei, az óvodai és az iskolai épület, a faluház, a művelődési és a kultúrház fejlesztésének lehetősége, valamint az orvosi rendelő fejlesztési pályázata. Továbbra is lehet pályázni eszközbeszerzésre, bértámogatásra, kommunális eszközök beszerzésére, óvodai játszóudvarok és közterület játszóterek kialakítására. A járdaépítési pályázat keretében igényelhető támogatás 10 millió forintra emelkedik. Az önkormányzatok számíthatnak a szolgálati lakásépítésre, valamint a tanya és falubusz beszerzésére irányuló pályázatokra is.